A stúdióban Forgács Bianca, Varsányi Bence és Tasnádi András. Az M2-n csütörtök este részleteket adtak le az A38-on tartott Beethoven-Hofi koncertből. Sokan meglepődve tapasztalták, hogy a népszerű előadó legnagyobb slágerét, a Bagirát elnémították arra a pár másodpercre, amikor Beethoven-Hofi a miniszterelnökre utal, és a lehallgatási, vagy más néven Pegazus botrányra. Egész pontosan ez a szám szövege. Szüleid válnak, és az apád Hondát vesz, mindent porrá tör, aztán porrá tesz, és a vége egyszer majd a szallagkorlát lesz, és itt jött a némítás. Belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok SMS-t, és az Orbán les, a lehalkításnak vége. Hát ugye az Orbán szó volt az, ami ki volt halkítva. Hát én is belehalok, hogy milyen szabad ország ez, hogy a miniszterelnök nevét sem lehet már kimondani. Nem erről van szó. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez úgy néz ki, hogy nem megmondták, hogy ezt nem lehet leadni, hanem az ott dolgozók ezt már pontosan tudják, hogy az ő kis munkájuk veszélybe kerülhet esetleg, és a saját fejükben van benne a cenzor, aminek a nyomására lekeverik ezt a szót. Egyébként a Beethoven-Hofi az elmúlt évek legnagyobb előadója, még a Krúbinál. Ezen gondolkoztam pont, hogy a Krúbit akkor hogy cenzúráznak. Egyébként sehogy, mert őt le sem adják, annyira kormánykritikus szövegei vannak. A Beethoven-Hofi egyébként nem ebben utazik. Talán ez az egyetlen kormánykritikus, vagy egyáltalán bármilyen szinten politikával foglalkozó sora, úgyhogy pláne ennek tekintetében ez eléggé méltatlan. Abban egyetértek veled, hogy valószínűleg ez nem egy felsőbb utasítás volt, hogy ezt az Orbán szót ebből a dalból ki kell sípolni, vagy el kell némítani. Valószínűleg igen, az öncenzúra dolgozott, de hogy miért volt erre szükség? Aki ismeri a dalt, az pontosan tudja, hogy mi a szöveg ott, és nem tudom, néztétek-e az eredeti felvételt. Ez egy koncertfelvétel. Konkrétan ezt az Orbán les szófordulatot, ezt a közönség kiabálta be. Ha nem némítják ki, akkor sem érti szerintem az, aki nem tudja pontosan, hogy mi a szöveg. De azért biztosan megy ott a szerkesztő, vagy nem tudom, ki csinálta ezt, vagy kinek a dolga ezt egyáltalán kivágni. Pontosan ez a belső félelem, ami szerintem már nevetségessé teszi ezt az ügyet is, hogy tényleg kinek fájt volna, hát hogy... De ez így működik egyébként, most egy későbbi témán is elő fog jönni ez a túlbuzgóság, tehát ez most egy ilyen negatív túlbuzgóság, már mint olyan értelemben, hogy fél valaki, hogy rosszat csinál, és ma még fogunk látni arra példát is, hogy valaki meg hogy akar nagyon is jót tenni a munkaadóinak. A cenzúrának tényleg semmifajta hasznossága nincsen ebbe az esetbe, sőt, úgy általában is a cenzúra az ebben a mai média környezetben olyan, hogy ahelyett, hogy lehalkítaná, amit cenzúráznak, legalábbis ha ilyen durva a cenzúra, akkor ahelyett felerősíti. Viszont mégiscsak egy rendszerkompatibilis dologról van szó, és nem véletlenül nem figyelnek, nem figyelmeztetik az embereket, hogy ne csináljunk véletlenül, nehogy ilyen dolgokból botrány legyen, hanem úgy vannak vele, én szerintem a rendszert üzemeltetők, hogy Magyarországon az, hogy a hatalom cenzúráz, az valójában nagyon-nagyon belefér abba a képbe, amit mi a hatalomról gondolunk. Sőt, az a helyzet, hogy egy igazán kompetens, erős hatalomról azt gondoljuk, hogy egy igazán kompetens, erős hatalom az rendesen cenzúrázik. Tehát itt a cenzúrának nem az az üzenete, hogy Beethoven-Hofi nem mondhatja el azt, hogy az Orbán les, hanem az az üzenete, hogy olyan erős a hatalom, és olyan erős az állam, és olyan szolgalelkű siserahát veszi körbe a média minden frontján, hogy itt Magyarországon igenis cenzúra van, büszkén ki lehet jelenteni. Hát lehet, hogy te ezt látod bele, a hatalomnak az erős kezét, hogy milyen jól cenzúráz. Én meg azt látom bele, hogy mennyire nevetséges ez az egész. Tehát, hogy tényleg nem arról van szó. Nem egy Krúbiról volt szó, aki tényleg nagyon-nagyon kemény dolgokat mond oda, hanem tényleg arról, hogy anyámnak írok SMS-t, és az Orbán les. És ha
kiszedik a dalból ezt a részt, senkinek nem tűnt volna fel, hogyha ugye ez egy összevágott koncertfelvétel, senkinek nem tűnt volna fel, hogyha éppen a Bagira című számot csak a feléig adják le. Ez szerintem ilyen nagyon-nagyon nyomorúságos és szánalmas cenzúra. Egyébként, bocsánat, igen, szerinted nevetséges, szerintem is nevetséges, viszont én temérdek olyan kommentet olvastam, megszólalást hallottam, például annak kapcsán, hogy miért hívnak csak szökő évente egyszer ellenzéki politikusokat a köztévébe, és akkor megmondják sokan, hogy persze, ne hívják, hát a kormány csatornáján, a kormány által fizetett csatornán mocskolják majd a miniszterelnök urat, mert az emberek ezt így fogják fel nagyon sokan, hogy itt nem közmédia van, hanem az aktuális pártnak a tulajdona, és az megy, ami ott nekik tetsző, és a velük szimpatizáló hangok kell, hogy ott megszólaljanak. Tehát igen, büszkék arra, hogy cenzúra van, hogy az András mondta. Hát igen, csak ugye ez az átalakult fogalma a közmédiának, ahogyan sokan tekintenek rá, ez egy baromi szerencsétlen dolog, de ez sokkal-sokkal messzebb mutat. Most akkor kérdezem tőled, hogy örüljünk neki, hogy a Betonhofi egyáltalán megjelenhetett? Én örülök egyébként, mert attól függetlenül, hogy kicenzúráztak, legalább valami minőségi zene is szólt. Igen, a de ahogy te mondtad, hogy a kulturális jelentősége az sokkal-sokkal erősebb a Betonhofinak, mint a kormánykritikus hozzáállása, illetve nem nagyon lehet tőle ilyet hallani. Én a nevetségességre térnék még ki. Szerintem önmagában nem nevetséges ez a dolog, nyilván a kiszerűségében nevetséges, de olyan jellemző, hogy inkább azt gondolom, hogy jellemző. A nevetségesre én már az Apáti Bencének, ugye a kormány propaganda egyik megmondó emberének a reakcióját tekintem, aki azt mondta, vagy azt írta egész pontosan, miután kiderült ez a cenzúra, hogy tekintettel arra, hogy a hivatkozott mondat konkrétan hazugság, tökéletesen egyet tudok érteni a döntéssel. Tehát beleállt a cenzúrában, mondván, hogy ez egy hazugság. Az első hazugság, ami a köztévé bármelyik csatornáján lement, és milyen jó, hogy kicenzúrázták. Jó, egyetértek. De most várjuk, de azért a hazugság, tehát mondjuk nyilván, hogy az Orbán elolvassa a Betonhofi anyjának küldött SMS-t, ez nyilvánvalóan hazugság. De ez, hogyha tényleg nagyon szó szerint értelmezzük, akkor ez egy hazugság. De kérdezem azt, hogy mondjuk Tóth Árpádnak a Körúti hajnal című verse, ahol egy kirakatban lila darra kell egy nyakkendő. Az nem egy minősített hazugság? Hát egyrésztről egy nyakkendő az mikor dalol, másrésztről meg lila dal. Hát itt két nagyon-nagyon súlyos hazugságot tapasztalunk, és ez meg benne van az irodalom tankönyvekben. Az Apáti Bence hallgasson olyan rappet, ahol rendesen a szájába van rágva a mondandó, ahol elmondja a Betonhofi, hogy nem az anyámnak írt SMS-t hallgatja az Orbán, hanem én ezt úgy értettem, hogy... Itt legalább akkor megvilágosodtunk, hogy Krúbi miért nem kerülhet soha a közmédiába, hiszen az Orbán tegyél jót a Ferinek című eposza az értelemszerűen tételesen egy hazugság. De amúgy nagyon szívesen meghallgatnám a cenzúrált változatot. És az Apáti egyébként úgy érvel, tehát hogy ez folytatódik, mindjárt természetesen támadásba lendül, és azt írja, hogy lehet, hogy nektek dollártelexeseknek, tehát mindjárt dollártelexeseknek tetszik, hogy Betonhofi azt nyomja, hogy az anyjának írt SMS-eket személyesen Orbán Viktor szokta elolvasni, és heves izgalomba jöttök a gondolattól, hogy a művészi szabadságra hivatkozva több millió rajongójának azt hazudja, akik aztán jól el is hiszik, hogy ez a valóság, de ez konkrétan hazugság. Nekem az tetszik ebbe az érvelésbe, hogy ő nem azt mondja, hogy micsoda hülyeség az, hogy itt bárkinek elolvassák ebbe az országban az SMS-ét, hogy lehet ilyet súlyosat és gátlástalant hazudni, hanem azt kéri ki, hogy mi az, hogy az Orbán Viktor személyesen olvassa. De nyilván megvannak a jó szakemberek, akik elolvassák az SMS-eket, amiket a Betonhofi ír, de az Orbán Viktort az értelemszerűen, hát ő a miniszterelnök, ő ezt a kuli munkát, ezt csak megszervezi, nem maga végzi. Tehát, hogy inkább én azt gondolom, hogy az Apáti Bence
személyével nem csak erkölcsi, hanem azért intellektuális problémák persze, is vannak. Ez az álommeló, hát ne arra, hogy azért fizetik, hogy hülye legyen, hát tök jó, hát mindenki erre vágyik, nem? A másik neres megszólaló a Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az igazgatója volt, aki egyébként nagyúra a NER kultúrában, mind pénzosztásban, mind ő az ő cége, vagy az ő általa működtetett szervezet csinálja például most már a Petőfi TV, tehát az M2-n, a Petőfi TV-n a különböző tartalmakat. Mondta, hogy ezt nem ők csinálták, hanem ezt vagy az A38, vagy még a régi M2, és elmondja, hogy ő alatta ilyen nem történhetett volna meg, tehát, hogy ő legalább érzi azt, hogy ez intellektuálisan mennyire vállalhatatlan. Azt mondja, hogy nem történhetett volna meg, de miért nem? Mert hogy ő a szólásszabadság, hogy mondja, szélsőséges híve. Azt mondja, hogy ő a szólásszabadság szélsőséges híve, és ezért nem cenzúrázták volna ki Betonhoffinak ezt a félmondatát. Most értelmezzük ezt, hogy ki a szólásszabadság szélsőséges híve. Tehát a szólásszabadság szélsőséges híve szerintem az az arc, aki mondjuk a holokauszt relativizálás, a különböző fake newsokat, az erőszakra való úszítást, tehát náci propagandát, kommunista, antifa propagandát, mindent elfogad, és azt mondja, hogy a nyilvánosságban bárminek lehetne tere, mert ő azt mondja, hogy a szólásszabadság mindenek fölött áll. Akár még a becsületsértés is belefér, akár még a konkrét hazugság is belefér, mert hát nem dolga az államnak, meg a jogrendszernek ezzel lecsapni. Ez a szélsőséges híve a szólásszabadságnak. A szólásszabadság hívei meg azt mondják, akik nem szélsőségesen hívják, azt mondják, hogy vannak a szólásszabadságnak bizonyos korlátai, ilyen a rágalmazás, ilyen az erőszakra úszítás, ilyennek adott esetben bizonyos kulturális tabuknak a megsértése, de egyébként meg azt gondolják, hogy bármiről lehet beszélni, és én egész egyszerűen nem tudok olyan szólásszabadság értelmezés, ahol amiben ne férne bele a Betonhoffinak ez a fél mondata. Bármelyikbe. Tehát a legszélsőségesebbtől a legkevésbé szélsőséges szólásszabadság értelmezésbe is belekerjen, hogy férjen ez a fél mondat, amire ugye a PIM-nek az ura azt mondja, hogy hát ő nagyon-nagyon szélsőséges ebben a kérdésben, ezért beleférne. Tök jogos a kritikád. Én valahogy úgy képzelem el, hogy találgatok, úgy érthette ezt, hogy azokat ugye soha nem hallgattak, soha nem vetemedünk arról, hogy elhallgattassuk azokat, akikkel nem értünk egyet. Ő nem érte ezzel egyet, de még őt sem hallgathatná el, és ezt valószínűleg ezt fogalmazta úgy meg, hogy szélsőséges, amiben persze semmi szélsőséges nincsen, ez így kb. A szólásszabadságnak a legenyhébb definíciója, hogy ha nem értek egyet, azt sem hallgathatom el. Hát szerintem sok esetben szélsőséges akár a kormánymédia, vagy a kormányhoz közeli médiumok ilyen szempontból. Nagyon-nagyon sok esetben igenis ellenzéki politikusokkal szemben, művészekkel szemben már a rágalmazás határait súrolják azok a történetek, amiket ott olvasni lehet. Úgyhogy én pontosan értem, hogy Demeter Szilárd ezt hogy értette. Ami szerintem nem igaz, az, hogy ezt mind a két oldallal szemben ezt a szélsőséges szólásszabadságot érvényesítik, ez viszont tételesen nem igaz. Egyre aktívabb Kína az orosz-ukrán konfliktusban. Amerikai hírszerzési források azt állítják, hogy a kínai pártvezetés fontolóra vette annak a lehetőségét, hogy fegyvereket küldjön az oroszoknak, elsősorban drónokat. Ezzel párhuzamosan Kína egy 12 pontos rendezési tervet is nyilvánosságra hozott. A 12 pontos kínai javaslat úgy kezdődik, hogy valamennyi ország szuverenitását tiszteletben kell tartani, ez az első pontja. A Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadója úgy reagált, hogy itt véget kellett volna is, hogy érjen a javaslatcsomag, mert ez pont elég lett volna, de még folytatódik, és az érdekesebben a javaslatban, hogy
az atomfegyvereknek a nem bevetéséről szól, a civilek meg nem támadásáról, vagy a civil célpontoknak a megkíméléséről, stb., de konkrét, még igazából konkrét tűzszünetet se fogalmaz meg, tehát a kínaiak azok úgy látják, hogy nagyon-nagyon messze van a konfliktusnak a vége, és egyáltalán az a pont, hogy egyáltalán eljussunk tárgyalásokig, vagy tárgyalási helyzetbe, és egy hát nagyon-nagyon minimum dolgot vezettek fel, amit egyébként, hát így ahogy látható, kb. Minden résztvevő lesöpört. Mert az oroszok nem nagyon nyilatkoztak róla, az ukrán, meg az amerikai fél, meg az Európai Unió, az meg hát inkább enyhén gúnyosan mondta azt, hogy ez nem járható út. Ez valami csodálatos, hogy Orbán Viktor felvette ezt a rendkívül békepárti szerepet, amint tudjuk, nem azért van, mert hogy ő mennyire egy ilyen hippi lelkületű ember lenne, hanem részben azért is szerintem, hogy a rettentő orosz pártiságát ellensúlyozza valamivel, és akkor ott van Kína, akik fegyvereket adnak már, ha jól értettem, eddig is adtak az oroszoknak, de most abban is segítenek, hogy az oroszok maguknak is megadják a technológiát és a mikrocsippeket szállítják, hogy tudjanak maguknak havi 100 ilyen drónt legyártani, de pont azért, hogy ne ezzel legyen foglalkozók, a békepártján vannak, kiadnak 12 pontot. Annyira jó, hogy a felszínen mindenki annyira a békepártján van, hogy itt nem lenne a világon soha többet háború. Amit meg szeretnék még említeni, az is megír egy misét, hogy a Bidennek a külügyminiszter, az Anthony Blinken megmondta, hogy lehet arra számítani, hogy a kínaiak segítik az oroszokat ilyen téren. De Joe Biden azt mondta, hát én nem számítok erre, ez múlt héten volt, és azóta derült ki ez. Tehát ez szerintem elképesztő, hogy ennyire nem hallgat valaki, a külügyminiszter azt mondja, én nem számítok erre. Szerintem nem olyan egyszerű a dolog. A kínaiak elvileg halált okozó fegyvert még nem szállítottak az oroszoknak. És az a helyzet, hogyha megtörténne, hogy az oroszoknak elkezdenek akár drónokat, akár bármilyen más fegyvert, ami életkioltására alkalmas szállítani, abban a pillanatban szembe kellene, hogy nézzenek a nagyon-nagyon súlyos amerikai szankciókkal. Ami azt jelenti, hogy kb. Egy hidegháborús állapot állna be egy pillanat alatt a világba, mert gyakorlatilag lefagyna a kereskedelem nyugat és kelet között, aminek hát nyilván mind a két fél részéről óriási áldozatot jelentene, hiszen ezek a nagy termelési ráncok, most a Covid kapcsán megtanultuk, hogy a világgazdaság elképesztően összetett és elképesztően összefonódott valami, amibe egy ilyen típusú behatás hát felbecsülhetetlen károkkal járna, túl azon, hogy egy egyébként ki tudja, hogy egy konfliktus az meddig eszkalálódik akkor, hogyha már nem csak Ukrajnában nem tudjuk megoldani a problémáinkat, meg az ellentéteinket, hanem globális szinten ez a két elképesztő erejű birodalom szinte a konfliktus határáig egymásnak feszül. Én szerintem az, hogy a Biden nem harciasan rácsap az asztalra, hogy már pedig mi meg fogjuk akadályozni, vagy bármilyen más típusú keménykedéssel provokálná tovább a kínaiakat, szerintem jobb ez így. Tehát jobb ez, hogy a színfalak mögött megy esetleg az üzengetés, és a színfalak mögött megy egymásnak a kölcsönös zsarolása meg revolverezése, mert az a helyzet, hogy amikor kikerül a fegyver az asztalra, a nyílt színre, és már a politikusoknak nem pusztán biznisz ez a dolog, hanem az arcuk, a hitelességük, a legitimitásuk kérdése is, abban a pillanatban egy sokkal ijesztőbb logika kezd el működni, és nyilván, hogyha ez nyilvánosan a Biden mondjuk beszól a kínai pártelnöknek, akkor hogy megőrizze az arcát, már csak azért is keménynek kell lennie, és már csak azért is vissza kéne valamilyen módon ütnie, mert hát hogyan veszünk komolyan egy diktátort, már pedig ő az, hogyha a vén szenilis amerikai elnök is simán beszól neki, nyilván az ellenzékének, meg mindenfajta párbeli riválisának egy jelzés, hogy talán már nem olyan kemény, talán már nem olyan tökös, aki
kínai párt főtitkár, mint eddig volt, de ezt a Biden nem akarja. Rendben, ezt el tudom fogadni, csak remélem, hogy ebből nem egy olyan szemhunyás lesz, hogy amikor már teljesen egyértelmű, mi történik, továbbra is szemet huny felette. Szerintem sokkal durvább a Bidennek a másik kijelentése, amit ugyanebben az ABC interjúban mondta, ahol megkérdezték tőle, hogy mi van az F-16-os repülőgépekkel, és erre azt válaszolta a Biden, hogy ő egyeztetett, ugye a Zelenszky ezt nagyon-nagyon kéri, különböző katonai szakértők elmondják, hogy légifölény nélkül nagyon nehéz elképzelni egy komoly offenzívát, amivel az ukrán hadsereg felszabadíthatná azokat a területeket, amiket az oroszok megszálltak, és a Biden azt válaszolta erre az F-16-osokat felvető kérdésre, hogy ő beszélgetett az amerikai hadsereg sokat látott vezetőivel, és az ő tanácsukra nem küld ilyen eszközt, mert most erre nincsen szüksége az ukránoknak. Anélkül is visszatudják foglalni. Mert hogy anélkül is visszatudják foglalni? Hát, mert hogy ehhez a tankok, a lövegek és a légvédelmi rendszerek pont elégségesek. Én komolyan mondom, hogy ez tényleg a pofátlanság és a cinizmusnak a csúcsa. Nem, tehát mondjuk, csak elfelejtette, nem, hogy izé mit beszél, mit mondtak neki. De hogy mert én tényleg azt gondolom, hogy Ukrajnának joga van az önvédelemhez, és szerintem egy jó politika megadni neki ehhez az eszközöket. De azt csinálni, hogy azt mondani, hogy harcoljatok, támadjatok, győzzetek, de közben meg bizonyos technológiákat nem adok oda, bizonyos technológiákat meg csepegtetek, és kb. Patika mérlegen mérem, hogy az a front azért olyan nagyon-nagyon sokat nem mozduljon, mert nyilván a Bidenék is úgy számolnak, hogyha az ukrán offenzíva elér a Krím közelébe, vagy tényleg áttör a Donbaszba, abban a pillanatban az orosz katonai vezetés nyilván meg fogja fontolni az atombombának a bevetését, amit ők el akarnak kerülni, egyáltalán ezt a szituációt, ezt a helyzetet, ezért nem adnak eszközt hozzá, viszont azt sem mondják, hogy most van egy patthelyzet, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy egy patthelyzet alakul ki, és akkor üljünk le, és tárgyaljunk, és nézzünk meg, hogy mi jön ebből a patthelyzetből ki, hanem azt mondják, hogy adtunk elég löveget, adtunk elég tankot, hát menjetek, támadjatok, nézzük meg azt az áldozatokat, nézzük meg, hogy mennyit sikerült visszafoglalnatok, meglátjuk, aztán lehet, hogy meggyőztök bennünket, hogy tényleg adjunk F-16-osokat. Gondolom, az a baj, hogy egyik álláspont nyílt bevallását sem tartják célszerűnek, és így gyakorlatilag belekényszerítik magukat egy tényleg egy embertelen álláspontba, amit mondasz, hogy gyakorlatilag hagyják, hogy meghaljanak emberek, úgyhogy próbálják visszaszerezni a területeket, amiket így nem fognak tudni. Igen, egyébként én most az Orbán Viktor védelmébe mondom, mert én nagyon felháborodtam azon, amikor az Orbán Viktor akkor javasolt tűzszünetet, amikor éppen az ukrán csapatok offenzívába voltak, és úgy tűnt, hogy nehezen tudják őket megállítani az oroszok. Akkor tényleg az volt, hogy a tűzszünetnek önmagában a felvetése is arról szólt, hogy most legyen tűzszünet, adjunk így időt, amíg az orosz mozgósítás beérkezik a frontra, felfegyverkeznek, és majd nyilván akkor már vissza tudnak csapni az ukránoknak, vagy meg tudják állítani őket, és szerintem akkor a tűzszünetet emlegetni, amikor éppen az ukránok nyomulnak előre, hát semmiképpen sem volt egy különösebben baráti gesztus se Ukrajnával, se a szövetségi rendszerrel szemben, aminek a részei vagyunk, de most, amikor az oroszok vannak offenzívába, és úgy tűnik, hogy az oroszok azok, akik darálják az ukránokat, és igazából, ha csak méterenként is, de ők haladnak előre, akkor viszont azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felvetődik annak a kérdése, hogy az az Orbán Viktori javaslat, amit ő mindig megismétel, hogy azonnali tűzszünet, annak lehet, hogy elérkezett az ideje, és lehet, hogy tényleg érdemes lenne e felé nyomni a feleket, mert egész egyszerűen az, hogy egy ilyen anyagháború, ami nem szól másról, mint hogy ki gyilkolja nagyobb mennyiségben az ellenségnek a katonáit, meg a fizikai eszközeit, az hát hova vezet? De mert megoldáshoz, meg békéhez, hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül juthatunk csak el így.
Kormányközeli vlogger, a PSTV munkatársa Ábrahám Róbert múlt héten a YouTube csatornáján bemutatott egy dalt, amiben B-kategóriás sztárok éneklik a híres jótékonysági dalt, a We Are The World-öt, például Király Linda, Bebe, Péli Barna, Szőcs Reni, Curtis és a Shy Guys-ból ismert Julian, jól mondom? Julian. A dallal az orosz-ukrán háború kapcsán a békére akarják felhívni a figyelmet, és Ábrahám a videóban rögtön be is jelentette egy béketüntést, ami múlt pénteken meg is történt. Kicsit beszéljünk a videóklipről és utána a tüntetésről, mert a videóklip az minden trash-t imádó ember számára hát szerintem egy kincses bánya. Egészen csodálatos, és a Sharknado negyedik része óta nem láttunk valamit ennyire a semmiből jönni, ami ennyire ütött, és ennyire, hát hogy mondjam, ennyire szemét. Tehát a kezdődik úgy az egész, ha valaki nem akarja megnézni, hogy... Senki nem akarja megnézni, szerintem. De szerintem mindenki nézze meg. Mindenki nézze meg, de azért elmondom, hogy kezdődik, mert sokakat visszafog a zenei élménytől fogni a kezdés, ugyanis ez egy nagyon érdekes stílusú klip, mert nem zenével kezdődik, hanem előtte az ötletgazda Ábrahám Róbert egy 40 másodperces speech-et tart. Tehát, hogy általában úgy csinálják meg ezt, hogy megcsinálják a klippet, és gyártanak egy verkfilmet mellé. De hát úgy volt vele az Ábrahám Robi, hogy hát a verkfilmet lehet, hogy nem néznék annyian meg, de viszont a klippet biztos mindenki elindítja, na akkor ott lesz az én 40 másodpercem, ami nekem jár, mert hát azért itt béke van, Ukrajna van, háború van, vérontás van, de azért itt van Ábrahám Robi, miniszterelnök úr, aki nagyon-nagyon harcosan tesz azért, hogy béke legyen a világban, Európában, Magyarországon, és 40 másodpercig beszél arról, hogy miért hozta össze ezt a klippet, hogyan döntött el, tehát egy teljesen egy műfaji újítás. És közben olyan arcot vág, mint az ilyen nagyon rossz színészek, például a Ben Affleck, szerintem ő ennek a mestere, amikor nagyon komolyan akar, meg együttérzően akar kinézni, akkor hát úgy néz ki, mint ha így becsúszott volna valami a nadrágba, és az Ábrahám Robi is ezt az arckifejezést veszi fel, amikor valami olyanról beszél, akár egy interjúban, akár itt, ami amúgy egyáltalán nem érdekli a palit, egyáltalán nem az ügye, de el akar játszani, hogy ő mennyire együtt érez éppen az interjúiban, ugyanezt a fejet veszi fel, amikor nagyon érdeklődőnek akar tűnni az interjú alannyal. A ciki békedaloknak egyébként nem hosszú története van, de legalábbis egy fejezete biztos, amit még Ábrahám Róbert előtt írtak. Ez a bizonyos Speak the Hungarian rapper volt, aki egy még az iraki háború idején 15 éve, tehát nagyon-nagyon régen előhozott egy dalt, ami nagy siker lett, nem is Magyarországon elsősorban, hanem Amerikában, angol nyelvterületen, mert megdöbbentek az emberek, hogy erre az... Bocsánat, közös pont a Bebe abban is benne van, ha jól emlékszem. Igen, ez egy óriási közös pont. Igen, úgy látszik, mindig ott van, ha békekel. Igen, nagyon jó. Én is ezt akartam kihozni, hogy a Bebe az mindenhol megjelenik. Tehát a Bebe az, hogyha lesz harmadik nagyon-nagyon ciki békeszám, akkor egy dolgot már most tudunk róla. Nem tudjuk, hogy milyen konfliktus lesz, nem tudjuk, hogy ki fogja csinálni, de hogy a Bebe ott lesz, az 100%. Amin még szintén szerintem nagyszerű pillanata a klipnek, hogy van egy olyan rész, ahol látunk egy doboló lábat, és egy ilyen flitteres, nagyon-nagyon villogó kesztyűt. És az embernek teljesen Michael Jackson érzése van, hogy itt talán maga Jacko fog megelevenedni, és hát nem Jackson, de hát majdnem, hiszen Julian a Shy Guys Boy, a Kozsó Istállónak, de is lehet, hogy sokan nem szívesen emlékeznek, a Kozsó Istállónak volt a 90-es években egy ilyen projektje, mint a Shy Guys, és én egyébként már akkor kedveltem a Julient,
És az a helyzet, hogy egy ilyen hihetetlenül jó érzés, hogy ez az ember miközben 15 éve már nem kísérti a Rivalda fény, de továbbra is alkot, zenél, teszi, amit tennie kell, és amikor Jackson helyére be kell állni, akkor be tud állni, és produkálja azt a színvonalat, amit ilyenkor elvárunk. Én már ebbe bele sem megyek, hogy én a szereplőknek a nagy részét nem ismertem egy-két kivétellel, ez bizonyára az én hibám. Nekem az a kérdésem, hogy miből állt volna írni egy új dalt, nem pedig feldolgozni a We Are The World-öt. Nem tudom, hogy mennyivel lett volna hitványabb vagy jobb. Sokkal több munka. Egyébként azért a, hogy mondjam, az Aaron Robert idézőjeles védelmében, ő abból főzött, amilyen volt. Tehát ezek az emberek, amennyire én követtem a műsorát a Pesti TV-n, ha nem is az összes ember, de az előadóknak a 90%-a vendége volt a Pesti TV-n. Tehát azok, akik még oda hajlandóak voltak elmenni, és így jó viszonyba került, na azokat most így meghívtak. Igen, meg nem teljesen van igazad abban, hogy B-listás sztárok, van mert, C is köztük, mert van D is egyébként szerintem, ha már itt tartunk, de van a lista is, tehát azért a Curtis és a G.I. Jenno az egyértelműen szerintem A lista ma Magyarországon. Tehát és nagyon érdekes ugye, hogy vannak szereplők, akik nem énekelnek, de szintén az arcukat adják, és általában egy magyar zászlót lobogtatnak, és azért itt is vannak meglepetések, mert Sorbert Norbi feltűnése, már fene tudja, hogy mennyire meglepetés, de Sorbert Norbi is szerepel a klipben, meg ami nekem nagy újdonság, Tihanyinak hívják talán a színész, de Laci a barátok közből, úgy biztos megvan mindenkinek, Laci a barátok közből megvan. Is hitet tesz a béke, meg az egy család vagyunk szellemisége mellett. Tehát itt azért nagyon-nagyon széles spektrumból merít az Ábrahám, és én jobb indulatú vagyok. Én azt gondolom, hogy ez egy művészi koncepció, ahol az A-listás, a B-listás, a C és a D-listás előadók jól megférnek egymás mellett. Én is hajlamos vagyok e felé húzni, hiszen ekkora szart már, bocsánat, nem lehet véletlen csinálni. Tehát én állítom, hogy ez direkt lett ilyen. Nem tudom, milyen instrukciókat kaphattak az énekesek, de végig azon gondolkoztam, hogy milyen idegrendszeri probléma okoz ilyen rángásokat. És ez nem hiszem el, hogy valaki egyszerűen véletlenül mellé nyúl. Nem is véletlen volt, egy kicsit térjünk már át arra, hogy ebben a videóban bejelentett egy béketüntetést is az Ábrahám. És ez a tüntetés, ez meg is történt. Az eredeti terv az volt, hogy a Kossuth tértől vonulnak a nagykövetségig. Na, milyen nagykövetségig terveztek vonulni? Nem az orosz, az amerikai nagykövetségig, az orosz-ukrán háború kapcsán békét akarunk, és elvonulunk az amerikai nagykövetség. Végül ez nem történt meg, nem tudom, lehet leszólt valaki, hogy srácok, ez azért túlzás lenne. De ugye készült ezen a tüntetésről, ami leginkább egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt egyébként. Készültek videók, valószínűleg az lehetett a cél, hogy ide ne csak a Fidesz szimpatizánsok menjenek el, mert ugye az a békepárt és ez a nagy jelszava az elmúlt nem tudom hány hónapnak a kormány részéről, és hát mindenféle oldalakon hirdette ebben a számban, és az Ábrahám sehol nem volt ez megjelölve, hogy itt egyébként kormánypárti felszólalók lesznek, ahogy Tutor Zoltán kollégánknak sem mondták el, mert őt is meghívták erre a beszélgetésre. A Dopeman hívta meg, nem is az Ábrahám a szervező, csak hát egyrészt elfelejtették mondani, hogy ez a amerikai nagykövetség elé vonulás, ami végül elmaradt, de hogy erről is ez is volt terve, meg azt is mondjuk, hogy a beszélgető társak a Dopemanen kívül is lesznek mondjuk Jeszi, mármint a Jeszenszky Zsolt, mondjuk Dr. Gődény György, ugye egy abszolút egy ilyen híres pacifista aktivista. Szóval egy egészen szürreális tüntetés dikerekedett, ahol az Ábrahám a végén még arról is beszélt, hogy a világ satanizálódik. Tényleg, mint egy ilyen QAnon sámán hergelte a tömeget. Fantasztikus szórakoztató értéke volt. Mindenki nézze meg az ezek erről készült videókat. Igen, a Gödény doktor megjelenése egy színpadon a Dopemannel meg a Jeszivel, az hát rossz indulat biztos az diktálná, hogy azt mondja valaki, hogy ez egy szedetvedett társaság. Freak show. Én ezzel szemben így azt érzem, hogy az Ábrahám Robi egy igazi népfrontot hozott létre, tehát ahol tényleg a legszélesebb és legkülönbözőbb társadalmi csoportok vannak reprezentálva.
hát hogyha az Ábrahám Robi a Gyurcsány ex-videósaként belefér a PSTV-be, meg belefér a, az állampártnak az alfelébe, akkor a Dópen, aki a szocialista pártnak volt a 8. kerület jelöltje, nem is olyan régen valamelyik önkormányzati választáson, hát hogy ne férne bele, ez a szép a NER-be, hogy aki megtér, azt Orbán Viktor ölelő karjai befogadják bármikor. Csak hát Cutor Zoltán kollégák nem akart megtérni, ő baja. Igen, a Gödény doktorról azért azt is tudni kell, hogy, hogy nem pusztán a Covid kapcsán hát foglalt el egy eléggé, hát ilyen sokszor a provokációig eljuttatott át tudományos álláspontot, hanem ő tényleg egy politikai nagyvállalkozó mindenfajta pártalapítással, meg kamupártok létrehozásával vádolták, meg vádolják, tehát egyébként tényleg az van, hogy a békér bárkivel össze kell fogni, és ez szerintem megint csak Ábrahám Robinak egy nagyon-nagyon jó üzenete. Én nekem nem csak azt tetszett az ő beszédéből, ahogy a világ satanizálódásáról beszél, ugye tehát ahogy elsátánosodik a világ, mert hát eddig azért egy viszonylag jó hely volt, de most már látjuk, hogy itt megjelent a sátán, hanem az, hogy ő azt mondja, hogy takarodjon a CIA Európából, és akkor ő majd akkor tud hinni az Egyesült Államoknak. Most én nem tudom, tehát, hogy ez a takarodjon a CIA Európából, tehát mondja azt, hogy takarodjanak az amerikai katonák Európából, szerintem ez egy legitim álláspont. De azt mondani, hogy egy titkos szolgálat takarodjon bárhonnét, akinek a maga a működése, meg a leírása, hogy titkos módon van jelen, és hát minél több helyen van jelen, hát az vagy nagyon nagy naivitás, vagy az Ábrahám úgy volt vele, hogyha ő most az amerikai hadsereget hívja ki, akkor azok még lehet, hogy el is takarodnak, de a CIA, még ha el is megy az Ábrahám Robi fenyegetésére, akkor se lehet bizonyítani, hiszen mindig lehet azt mondani, hogy de azért itt maradtak mindenfajta alvó ügynökeik, hazudtak nekünk, tehát egy olyat mondott, aminek igazából az amerikai kormányzat, ha tudna, akkor sem tudna igazán hitelesen megfelelni. Egyébként szerintem pont ez egy viszonylag jogos igény, csak nagyon rossz helyen, és nagyon nem, írta le pontosabban ezt az igényt. Ami még érdekes, hogy a meginterjú volt őt, a Telex meg a 444 is, mint szervezőt. Ő hangsúlyozta, hogy senki nem szólt neki, hogy ezt szervezze, saját indítatásból csinálta, semmi pénzt nem kapott ezért, és ez én ezt még el is hiszem neki, hogy igaz. Ő egyszerűen egy nagyon jó tanuló akart itt lenni, hogy ez éppen aktuális, a kormány éppen aktuális szólamaira, akkor szervez egy tüntetést, amire remélhetőleg nem csak kormánypárti szimpatizások jönnek el. Oké, ez nem sikerült, viszont én egy ötös alát tudnék csak neki adni, mert ha már satanizálódásról beszélt, most úgyis napirenden van itt a pedofília téma, megint még lesz a következő jó pár hónapban is, ha már CIA, ha már satanizálódás, ha már QAnon összeesküvés, miért nem mondta, hogy a demokrata párt az igazából pedofil, egy pedofil hálózat, de akár még ráhúzhatta volna a Gyurcsányékra is, na az lett volna a csillagos ötös, így egy ötös alát kaphatna Orbán Viktortól. Valóban elhangoztak érdekes mondások ebben a videóban, én is ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Az egyik kedvencem az volt, hogy ki az, aki a saját népét viszi a vágóhídra? Jön a válasz, ez bizony Zelenszky, tehát hogy Putyin fel sem merült. Kényszersorozás, Másik meg elhangzott a színpadon, valaki elmondta, hogy mi tudjuk, milyen a területvesztés. Ugye azzal kapcsolatban feltételezem, itt arra akartak menni, hogy Ukrajnának igenis be kéne nyelni ezt a dolgot, és bizonyos területeket feladnia. Erre valaki a közönségből meghekkelt ezt az egész történetet, mert azt kiabálta be, hogy Veszten Trianon. A klipbe is, meg a tüntetésbe is szerintem ami tényleg fontos, hogy ez nem a Habony Rogán világ gyártotta le. Tehát, hogy ez nem valami hamis, milliárdokkal kitömött demonstrálása a NER-nek, hanem ez tényleg a mély rétegből jön. Tehát, hogy a jobboldali világ és a jobboldali szubkultúra ezt tudja per pillanat magából kitermelni. Hát ennek van, aki örül, van, aki kevésbé. Az, hogy ezek az emberek
jönnek, vállalkoznak és demonstratíve beállnak, és ez is mutatja egyébként, hogy milyen elképesztő a NER-be vetett bizalom, meg a NER iránti hűség demonstrálásának a megélése is ennek a fontossága. Tehát, hogy itt nyilván nem Ábrahám Robinak a két szép személyért mentek el, és nyilván nem önmagában a béke üzenet, ami miatt az arcukat adják egy ilyen kellemetlen produkcióhoz, hanem egész egyszerűen az élménye annak, hogy csatlakozhatnak a NER-hez, Sorbert Norbi, meg az összes többi, és az a remény, hogy a NER-hez csatlakozni, hiszen aki NER, az nyer. És én ezt látom az egészben, hogy egyrészt egy ilyen végtelen kultúra nélküliség, ahogy a We Are The World-öt kell feldolgozniuk. Másrészt az a tulakodás, a húsos fazék, nem a húsos fazék körül, hanem a húsos fazékhoz vezető ajtó előtt, és ott a dörömbölés ilyen nagy-nagy erőkkel, ahogy elmondjuk, itt vagyunk, mind a békét akarjuk, meg szeretnénk közbeszerzéseket, meg szeretnénk albumot kiadni, meg saját műsort, meg nem tudom én, mit akarnak, hogy így ez csorgott le igazából mind a klipben, mind a tüntetésen, és tényleg nem érezte az ember azt az igazán mély békevágyat, miközben én az elhangzott érveknek egyébként egy részével még egyet is tudnék érteni, csak az a helyzet, hogy amikor az Orbán mondja ezt, azért az tized annyira nem ciki, mint pedig sokszor az is az, mint amikor ők adják elő Gödény doktorral. A HVG megszerezte a készülő építészeti törvénytervezetét, ez egy olyan új jogszabály lenne, ami összevonna három létező törvényt. Az épített környezetről, a településképvédelméről és a kulturális örökségvédelméről szólót, és ezekhez vadonatúj elemeket csatolnának. A HVG értesülései szerint ezek az új rendelkezések felszámolnák a szabad piacgazdaságot az építőanyaggyártás és kereskedelem területén, és konkrét tervutasításos rendszer lépne életben. Még jó, hogy jobboldali kormány van hatalmon. Tehát, hogyha ők így szabályozzák a piacot, akkor mi lenne, ha baloldali kormány lenne? Én el nem tudom képzelni. Hát ugye ebben nem sok meglepő van a néhány dolog után, adott esetben a trafikokkal kapcsolatban is ugyanez történt. Én nem igazán vagyok meglepődve ezen. Az elmúlt pár évben az építőipar azért nagyjából arról szólt, hogy az építőanyag árak meg rendelkezésre állás tekintetében is nagyon-nagyon instabilak voltak. Volt olyan időszak, amikor egyszerűen nem volt beton a cél, aztán amikor megjelent újra a piacon, nagyjából ilyen háromszoros áron lehetett hozzájutni. Ugyanez megtörtént a hőszigetelésekkel valahol. Európában leégett egy hatalmas hőszigetelő anyag tároló raktár, és iszonyatosan felment az ára. Erre még jönnek azok a hatások, amit az energiaárak hatásai tesznek rá az építőanyagokra, hiszen ne feledjük azt, hogy ezeknek az anyagoknak az előállításához rengeteg energia szükséges. Hogyha ezeket így összeszedjük, hogy mennyire képlékeny dolog, és amúgy a kormánynak a jó barátai, hozzá közel álló vállalkozók mennyire függnek az építőipartól, adott esetben attól, hogy milyen könnyű beszerezni az építőanyagokat, vagy milyen problémákba ütköznek, akkor én ezen a tervezeten egyáltalán nem vagyok meglepődve. Én azért sem vagy, mert igazából ez a tervezet, most aki hisz a szabad piacban, meg ezt az etoszt vallja, az nyilván mindegyik pontján felháborodik. Én is inkább azok közé tartozok, akik hisznek a szabad piacba, de azért azt látom, hogy ez a szabad piac azért távolról sem úgy működik, Európában sem, és egyre kevésbé működik így a világban is, mert egész egyszerűen a protekcionalizmus az mindenhol tör előre, nagyon-nagyon önző nemzetállami érdekek alapján hoznak fontos nemzetgazdasági döntéseket, például ugye az Európai
uniót is a végletekig megosztotta a németeknek a hatalmas csomagja, amivel a saját gazdaságukat mentették és biztosítottak a saját cégeiknek olyan egyébként nem korrekt versenyelőnyt, akár magyar, akár francia cégekkel szembe, ami 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt fel sem merülhetett volna, mert azt mondták volna, hogy olyan módon tapossa meg az ilyen típusú gondolkodás a szabad piac eszményét és a közös uniós jogot, mert a közös uniós piacot, hogy elfogadhatatlan is. A világ változik, és látható módon mindenki bezárul, mindenki ezt a nemzeti önzést egyre keményebben és egyre kiméletlenebbül gyakorolja, aminek mind történelemből láttuk már a hátulütőit, mind azt is tudjuk, hogy gazdaságilag sem a leghatékonyabb hosszú távon, de rövid távon belpolitikai problémákat képes kezelni. És a rendelkezéseknek egy része, ami például exporttilalomról szól, ami elővásárlási jogról szól, ami a magyar gazdaság, mondjuk a magyar építőiparnak a alapanyag biztonságáról szól, én szerintem ezek korrekt dolgok. Tehát a mai világban az a helyzet, hogy szerintem ezek bele kell, hogy férjenek, mert mindenki más is így játszik, csak más típusú, máshogy játsszák ki a szabályokat, de nagyon-nagyon hasonló módon gondolkodnak. Hát meg lehet, hogy más játékot játszanak azért. Például a szabad piac eszménye az nem most fog megsérülni, főleg az építőipar tekintetében. Nagyon-nagyon terhelt iparágról van szó szerintem. Ugye ez egy köztudott tény, hogy Orbán Viktor édesapjának például kőbányája van, ami az egyik legnagyobb felhasználása ennek ugye az építőipar, illetve hát lehetett ilyeneket hallani, de hát ezek értelemszerűen biztosan nem igazak, hogy bizonyos közbeszerzéseknél az általuk gyártott aknákat kellett költségelni, ami amúgy más gyártóknak a termékeivel szemben nagyságrendileg drágábbak voltak. És viszont van két dolog, amit védeni sem tudok, meg akarok, meg megérteni sem tudok, meg akarok. Az egyik az, hogy itt is be akarnak vezetni egy árstoppot a bizonyos termékekre. Nem jelölték meg, hogy melyik termékeket, de bizonyos termékeket hatósági árasítanak, tehát a magyar vásárlóknak is azt mondják, hogy ennyiért adhatod el, és kész. Nézzük meg a mostani árstoppos termékeket, meg nézzük meg, hogy működik most az árstopp. Tehát ami nyilvánvalóan áruhiányhoz fog vezetni, nyilvánvalóan azt jelenti, hogy úgy nem érdemes semmit se legyártani, hogy minden egyes mondjuk eladott tégla után veszteséged van. Tehát ezt nem fogják csinálni, és ehhez kapcsolódik nyilván szervesen az kiszivárgott elképzelésnek a másik része, ami egyrészt különböző büntetéseket ír elő, hogyha valaki drágábban ad el, meg nem tudom én micsoda. Másrészt meg megcélozza azt, hogy ezek a 2 milliárd forintnál nagyobb, vagy nem tudom milyen forgalomnál nagyobb cégek, akikről igazából a törvényt írták, és akiknek a törvényt írták, mert ez nem a magyar kis- és középvállalkozásokról szól, hanem valójában a 3 nagy építőipari vagy építőanyag előállító multinak a megregulázásáról szól, akik mind külföldi tulajdonban vannak, és ezeknek a cégeknek lesz előírva elvileg ez az árstopp, és azt mondja a kormányzat, vagy ez van ebben az előkészített anyagban, hogyha el akarják adni a cégüket, akkor meg az államnak elővásárlási joga van. Tehát itt nyilvánvalóan az árstoppnak a pusztító, piasztorzító hatása mellett megjelenik a NER-nek a zsákmányszerző mentalitása, és úgy néz ki, hogy ezt a egyébként nagyon nehéz gazdasági helyzetet is próbálják arra használni, hogy egész egyszerűen a külföldi tulajdonostól átvegyenek számukra fontos és értékes cégeket. Jellemző módon egyébként ugye nem az autógyárakat akarják lenyúlni, meg nem a magas hozzáadott értékű területekhez nyúlnak hozzá, hanem a viszonylag egyszerű, viszonylag
könnyen technológiailag könnyen érthető, könnyen elsajátítható dolgokhoz nyúlnak mindig hozzá, mert az ambíció csak odáig terjed, hogy csináljunk nagyon-nagyon sok pénzt, odáig már nem terjed, hogy tanuljunk ki valamit nagyon-nagyon magas szinten, és csináljunk mondjuk egy magyar Samsungot, vagy egy magyar LG-t, hanem jók lesznek nekünk azok, amiket itt már azért felépítettek, összeraktak a nyugati cégek, azt átvesszük, kicseréljük a menedzsmentet, és ezentúl majd akkor már nyilván nem ársapkásan majd hozzánk fog jönni a befolyó profit. Jó, ekkor ennyi mondani valunk volt a témához és a történethez. Ja, nem, mert amit elfelejtettem, hogy lesznek a nemzeti dohányboltok mintájára nemzeti tüzépek, ezt majdnem kifelejtettem, tehát készüljünk fel, hogy meg fognak érkezni a nemzeti tüzépek, az a terve a kormánynak, hogy azokat az építőanyagokat, amiket rekvirál ezektől a cégektől olcsón, ezeket a magyar embereknek nemzeti tüzépeken fogják árulni. Nyilvánvalóan elképesztő népszerű lesz mind a rendelkezés, mind ezeknek a cégeknek a ledarálása és bedarálása, és aztán, hogy mi lesz mondjuk pár év múlva, hát utánunk a vízözön. Karácsonyig már hétköznap este se engednék rá az autókat a pesti alsó rakpartra. Jelent meg egy cikk a Mandineren, kiemelve, hogy a hétvégi napokon túl már hétköznap este is lezárnák az autósok elől a forgalmat. És ez szörnyű? Szörnyűség? Hát nem feltétlenül szörnyűség, de ilyen prezentációban ez nem feltétlenül igaz. Ugye az történt, hogy Erő Zoltán, budapesti főépítész adott egy interjút, és abban beszéltek arról, hogy a városvezetés azt tervezi, hogy a nyári szünetben esténként lezárnák a pesti alsó rakpartot 6-tól vagy 7-től reggel 6-ig. Tehát, hogy megint egy ilyen nagyon korlátozott időszakról beszélünk. A Mandiner cikk nem feltétlenül erről szólt, vagy ezt reprezentálta a címében. Ugye az van, hogy van egy nagyon radikális elképzelés, ami azt mondja, hogy a pesti alsó rakpartot azt egész egyszerűen ki kellene emelni az autós közlekedésnek a fókuszából, és ott tényleg hosszú távon gyalogos forgalomra, különböző közösségi helyekre kellene fókuszálni a Budapestnek, és van a Tarlós István által megfogalmazott tézis, hogy erre az útra szüksége van Budapestnek, és a Karácsony, aki egy kifejezetten radikális zöldítési programmal lépett fel a választási kampányban, ebben a kérdésben hát egy ilyen kompromisszumos megoldásra törekszik, ahol a kecske is, meg a káposzta is jól lakjon meg, megmaradjon, de láthatóan ez a kompromisszumos megoldás sem fogadható el a jobboldali politikai tábornak, miközben én a Vitézi Dávidot követem, aki azért akárhogy is a Fidesznek egy fontos tótumfaktumja, meg talán a Fidesz legfelkészültebb várospolitikusa, őnál azért egyértelműen az látszik, hogy a jó irány az autóknak a kiszorítása a rakpartról. Tehát ez egy olyan szakmai vita, ahol egyébként a Fidesznek a fontos és hozzáértő szereplője is egyébként az inkább azon az állásponton van, mint a Karácsony. Ennek ellenére a médiába a lehető legkeményebb pergőtüzet kapja a főpolgármester. De hát ennek csak szerintem az az oka, hogy egyszerűen van miért megintekézni Karácsony Gergelyt, hogyha éppen azért, mert a Blaha Lujza tér felújítása megcsúszott, nem úgy halad, akkor azért, hogyha ezért a tervezetért, akkor most ez van a fókuszban, tehát én ezt nem venném annyira komolyan. Ami viszont komoly probléma szerintem, ahogy te is említetted, András, hogy Karácsony Gergelyék egyszerűen nem tudnak úgy gondolkozni, hogy van egy cél, és ezt szeretnénk megvalósítani, hanem pontosan ezek a kompromisszumos megoldások jellemeznek minden egyes beavatkozást, ami szerintem iszonyatosan problémás, hiszen nem arról szól a városvezetés, hogy megszavaztatjuk azt, hogy a Lánchíd autós forgalomnak át legyen adva, vagy éppen ne. Ugyanez a rakpart, azt gondolom, hogy erről kellene egy koncepció, egy döntés, egy irány, és abba az irányba lehet menni. Már tényleg csak ezt várom, hogy a rakpartra is megkezdődjön a szavazás. Én
nem én vagyok ebben a stúdióban, sőt semmelyik stúdióban ennek a témának a szakértője, de már beszélgettünk hasonlóról korábbi adásokban, és megállapítottuk szerintem konszenzusosan, hogy ha valami radikálisat akar lépni a főváros, itt az autók bizonyos területről való kitiltása kapcsán jött fel, akkor azt érdemes valahogy fokozatosan csinálni. És én pont ezt érzem, vagy pont ezt nem érzem ebben, nem lett volna elég, hogyha csak reggel nem mehetnek be oda autók. Mi szükség volt arra, hogy reggel, meg éjszaka, tehát gyakorlatilag a 24 órából 12-n keresztül nem mehetnek majd be az autók. Este kihasználja jelenlegi formájában ezt a pesti rakpartot? Bringázik ott valaki? Mikor végig a pesti oldalon végig van egyébként is bringaút? Közösségi programok vannak, nem jelenlegi formájában nincsen, az majd a cél, hogy legyen. Reggel, igen, aki megy munkába, ott lehet, hogy ott jobban tud bringázni, az tök jó, de miért kellett este is? Miért kell azt csinálni, hogy este is le legyen zárva az autósok elől? Szerintem jobb lenne, ha fokozatosan csinálnak. Ezzel lehet vitatkozni, hogy este, vagy reggel, nyáron, vagy egész évben, viszont ez egy infrastruktúrális kérdés, amit mondasz. Jelenleg a pesti alsó rakpart nem arra van kiépítve, hogy ott gyalogos forgalmat engedjenek hosszú távon, kényelmesen, nem tudom, hogyha csak azt nézzük, hogy mennyi növényzettel van ellátva, tehát hogy egyszerűen nem erre való. De ugyanez a probléma a körúton is, tehát fel lett festve a kerékpársáv, ami alapvetően egy tök jó dolog, az egy pozitív dolog, viszont infrastruktúrálisan talán el kellene kezdeni egy koncepciótervet kidolgozni, ami mondjuk a körút útnak a felújítására vonatkozik, ahol már nem az autós forgalom lenne a fókuszban. És ugyanezt gondolom az összes ilyen helyről. Világos, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megcsinálni, csak azt is kevéssé látom. Én tudom, hogy a körút körül Kapirgáznak volt egy ilyen civil tervpályázat is, civil ötleteket gyűjtöttek, ezek nagyon jók, csak nem láttam még a koncepciótervet. Egyébként, Bence, igen, valószínűleg igazad van, tehát, hogy szerintem éjszakára nincsen sok értelme kitiltani az alsó rakpartról legalábbis időlegesen az autókat. Valóban ez a kora este az, ami nyáron egyébként meg lehet, hogy nincsen kiépítve ott az infrastruktúra, de azért hihetetlenül jó hangulatú, hogy ott lehet jönni, menni, gyalogosok, biciklisek, beszélgető emberek, tehát hogy az, hogy a rakparton lehet sétálni, az kifejezetten pozitív, és használják is az emberek, nyilván nem éjszaka, és talán napközben, hát az meg nyilván egy közlekedés technikai kérdés, hogy ott mennyire indokolt, vagy nem indokolt. De hát értelemszerűen éjszaka az autóforgalom sem olyan nagy a rakparton, úgyhogy itt teljesen logikus, hogyha a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, tematikát próbáljuk megkövetni. Viszont majd cserébe lehet hajnalni 3-kor videózni az üres alsó rakpartot a Pesti TV-nek, illetve a hasonló koncepcióval rendelkező médiumoknak, és lehet mutogatni, hogy senki nem használja a világon. Ja, de mondom, hogy mert az éjszaka az tök elfogadható, mert lehet, hogy kevés autó használja, de azért használja, viszont nincsen gyalogos, aki, vagy hát az a néhány, aki van, és oda megy romantikázni hajnali 2-kor, annak tényleg lehet ajánlani a Margit-szigetet, meg lehet ajánlani a járdát. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan nincsen egyensúlyban. Szerintem egyébként van autóforgalom, csak nem, tehát dugó nincsen, meg nem olyan sűrű, mert pont arra jó az a rész, hogy végig lehet ott kellemesen rongyolni autóval, és mennek is rendszeresen, de nem annyira sokan, vagy hogy mondjam, nem olyan sűrűn, de sokan. Ezért attól, nincs értelme csak a rakpartról beszélni önmagában, hanem egész Budapestnek a közlekedése érintett ebben, hiszen az, hogy milyen funkciót szánunk a Budapest belső kerületeiben található akár kisebb utaknak, akár nagyobb utaknak, ezt önmagában határozza meg az, hogy milyen stratégiát követ Budapest. És az a probléma, hogy lehet, hogy Karácsony Gergely hirdetett egy nagyon zöldnek látszó közlekedéspolitikát, csak nem látjuk azt, hogy ebbe az irányba mozdulnánk el. Egyébként én nem gondolom azt, hogy amikor az autósok mellett ilyen erőteljesen áll ki a Fidesz média, meg a Fidesznek a különböző döntéshozói, hogy a mögött a Karácsony Gergelynek a lejáratási szándéka lenne az első, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy szerintem ez egy ilyen pszichésen
nagyon könnyen igazolható helyzet, hogy az van, hogyha valamit van, valamihez jogod van, azt elengedni borzasztó nehéz és borzasztó nagy érdeksérelem. Tehát, hogyha valakinek a mindennapi útvonal az, és az a leggyorsabb a lakásától a munkahelyéig, vagy bárhova, hogy Lánchíd meg Rakpart, az egész egyszerűen nem emészti meg azt, hogy így hirtelen, amit lehetett 50 évig csinálni, azt most miért ne lehessen csinálni. Míg a másik oldalról meg nem az van, hogy van ezzel a felháborodással, meg ezzel a tömeg emberrel szemben egy legalább ekkora tömegember, legalább ekkora felháborodással, aki azt mondja, hogy én 50 éve várok már arra, hogy végre itt járhassak, végre ott ne legyen autóbusz, hanem az van, hogy van nagyon-nagyon sok ember ezzel szemben, aki elméletileg egyetért, de nem vonódik bele érzelmileg, mert már 50 éve hozzászokott ahhoz a helyzethez, hogy neki ahhoz a részéhez a városnak nincs köze, oda ő gyalog nem mehet be, sőt, hát már az, hogy mit tudom én, hétvégenként lezárják, már az egy öröm, és már az egy felszabadulás. Tehát szerintem pusztán csak ez a, nyilván a karácsonyt mindenért támadják, de itt egyébként az, hogy az autósok kontra zöldítés kapcsán a Fidesz folyamatosan beáll az autósok mellé, az szerintem kizárólag azért van, mert egész egyszerűen érzi azt, hogy többet hoz, mint amennyit visz ez a hozzáállás. Lehetséges, valószínűleg ebben is van valami. Értelemszerűen Karácsony Gergellyel szemben képviselik most az autósok érdekét, és ez is egy fontos politikai üzenet lehet. Igen, szintén mostani hír, hogy telepít a főváros 100 kamerát, ami méri a sebesség, tehát ami önmagába figyeli azt, hogy ki szegi meg a sebességkorlátozást. A 100 kamera az sok vagy kevés? Nekem egy 2 milliós városban borzasztó kevésnek tűnik a 100 kamera, de ahogy láttam, ezt mindenki ilyen nagy sikerként, meg nagy áttörésként kommunikálja. Hát ahhoz képest, ami most van, valóban az, de valójában ez nem egy nagy mennyiség. Ebben nekem az a szomorú, hogy feltételezem, azért van most ennyire tematizálva a sebességkorlátozás, ugye a haláleset, ami történt a villamos megállóban, és számomra borzasztó az, hogy ilyen tragédiáknak kell megtörténnie, hogy elkezdjenek foglalkozni egy valós problémával. De jó, de sok ilyen tragédia történt már az elmúlt évtizedekben, és Budapesten én azt tudom, megdöbbentem, hogy nincsenek sebességmérő kamerák, tehát hogy míg mondjuk a különböző főútvonalakon, meg a strádán, adott esetben vannak, és nézik, és általában tudják az autósok is egyébként, hogy jön a kamera, és de ezeknek a kameráknak nem is a büntetés a funkciójuk, hanem inkább az, hogy tényleg lassítsák a jelenlétükkel a forgalmat, és ezt már hozzá is szoknak az autósok, és akkor ott lassítanak a főúton, és akkor nem mennek gyorsan, tehát hogy ez a városon túl működik, a Budapesten, meg egyáltalán nem, miközben hát tényleg itt vannak azért olyan széles utak, meg ahol olyan sebességgel is képesek menni az emberek, mint az autópályán. Hogyne, és pláne az, hogy most kezdünk el beszélgetni erről, Nyugat-Európában nem tudom, talán 30 éve, de lehet, hogy még több tematizálják azt, hogy városban, ahol tényleg van arra esély, hogy gyalogos ütközzön gépjárművel, mi a megengedhető maximális sebesség? Ugye itt Pesten a legtöbb helyen ez az 50 km/h van érvényben, nagyon kevés a 30 km/h korlátozott szakasz, és ezeknek a létjogosultsága szerintem baromi nagy, és persze ez egy szabályozás, és utána jön a következő lépés, hogy ezt be kéne tartani, csak már megint egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy az 50 km/h próbáljuk betartatni, ami, valljuk be, az egy nagyon-nagyon problémás, hogyha egy emberi test 50 km/h tárgyal ütközik, ennél a 30 km/h teljes, sokkal-sokkal jobb. Nagyjából ilyen exponenciálisan kezdik el növekedni az elhalálozásnak az esélye 30 km/h fölött, és ezt igenis város közlekedés tervezésbe ezt figyelembe szokták venni, legalábbis vannak ilyen irányzatok.
Hát sőt, ugye most az a terve elvileg a városvezetésnek, hogy a nagykörúton belül 40 km/h legyen a maximális sebesség, úgy, hogy ezeket a 30 kilométeres övezeteket nyilván a kis utcákba azt elképesztően meg akarják növelni, és itt ugye a kikényszerítésnek van egy nagyon-nagyon hagyományos és nagyon-nagyon működő módja a fekvőrendőr, tehát hogy a civilek is azt követelik, hogy nagyon sok fekvőrendőr telepítéssel ezt keresztül is lehet nyomni az itt lakókon. Vagy nem? Szerintem ez a belvárosban élőknek ez mindenképpen egy pozitív dolog lehet, viszont ugye aki használni akarja a belvárost, ő át szeretne rajta csak szánkózni nagyon gyorsan, nekik ez nem egy pozitív dolog. Nehéz eldönteni igazából azt, amit látunk a belső kerületeknek a városvezetésével kapcsolatban, hogy a helyieknek próbálnak kedvezni, ami bizonyos szempontból egyetértek vele, de emiatt születnek nagyon-nagyon rossz irányok is szerintem a belső kerületekbe. Ez pont nem egy ilyen, ez pont egy jó irány lenne. Én talán még a 40 km/h is egy picit sok. A jelenlegi adatok szerint, és azért is beszélünk erről, minden héten meghal valaki a budapesti utakon, tehát hogy heti egy halálos áldozata van a közlekedésnek, és az a mondás, hogyha ezt a 30 kilométeres szabályt be lehetne vezetni és át lehetne nyomni, akkor ez a évi 50 ember az nullára csökkenthető lenne, és nyilván itt nem is csak ezt az 50 embert kell számolni, hanem azokat, akik kórházba kerülnek, akiknek súlyos sérüléseik lesznek, tehát itt éves szinten több száz emberi tragédiát lehetne megakadályozni. Nagy kérdés, hogy ezért cserébe hajlandó-e megfizetni a társadalom, vagy az autós társadalom azt az árat, hogy mert annál tényleg kevés nyoma, én nem vezetek, de annál kevés nyomasztóbb érzés van, mint amikor az ember tötyög egy üres úton, és nem tud menni, úgyhogy nincsen racionális ok, hogy miért ne menjen, csak egy hülye szabály. Én nem az autós társadalmat kérdezném meg, hogy ők hajlandók-e megfizetni ezt az árat, hogy ezt az évente 50 halálesetet gyakorlatilag megspóroljuk, mert azért ezt emeljük ki, hogy ezekben a balesetekben jellemzően nem az autóban ülők haláloznak el, hanem a gyalogosok. Húsz év után vádemelés nélkül engedték szabadon Abdul és Mohamed Ahmed Rabbanit, egy pakisztáni testvérpárt, akiket még 2002-ben tartóztattak le Pakisztánban. A Pentagon szerint a testvérpár az Al-Qaidának üzemeltetett menedékházat, illetve a terroristák utazásait és pénzügyeit intézte. A testvérek azt állították, hogy a CIA még Pakisztánban megkínoszta őket, majd 2 év múlva Guantanamo-ba szállították őket, és 20 éven át ott tartották tárgyalás és vádemelés nélkül. Hát borzalmas történet, és Guantanamo-i fogolytáborral kapcsolatban mondjunk el néhány információt. Ugye az az érdekes Guantanamon, meg azt tette alkalmassá arra, hogy gyakorlatilag az amerikai törvények és az amerikai alkotmány mindenfajta rendelkezését figyelmen kívül hagyva tudjon ott a CIA egy hát kínzó központot működtetni, hogy ez a Guantanamo, ez egy kubai terület, és valamikor, amikor Kuba kivívta a függetlenségét még a 20. század elején, akkor anyagi problémák, egyéb nehézségek miatt belekényszerültek egy olyan szerződésbe, amikor ők ezt a Guantanamo-i öblöt, ami egy kitűnő hajózási kikötő, odaadták az Egyesült Államoknak örök bérletbe. Tehát az Egyesült Államoknak elvileg a mai napig évi 4000 dollárt kell fizetnie azért, hogy használhassa a Guantanamo-t, ami nem amerikai terület, nem érvényes rá az amerikai jog. Érdekes, hogyha
mondjuk egy kubai átúszza, vagy valami ladikon lélekvesztőn átevickél Floridába, akkor ő egyből menedékjogot kap, mint Kubából menekült emigráns. Hogyha beszökik a Guantanamo-i támaszpontra, tehát kvázi amerikai katonák között van, és ott kér menedéket, akkor fogják, és egyből visszazsúpolják Kubába, mert hogy nem amerikai földön nem kérhet ilyen típusú jogsegélyt. Tehát ezt tette alkalmassá ez a jogi szürke zóna, hogy itt felállítsák ezt a kínzó kamrát, amit a terror elleni háború kapcsán a Bush adminisztráció rendelt el. És egyébként egy nagyon-nagyon fontos erkölcsi kérdés is kapcsolódik ehhez, ugye, hogy mire van joga egy demokráciában, vagy egy demokráciának, egy emberi jogokat tiszteletben tartó országnak és társadalomnak háborús helyzetben, hiszen mindig elmondják a különböző szakértők, a különböző katonák, hogy azok az információk, amiket itt megszereztek ilyen-olyan módon a foglyoktól, azok amerikai életeket mentettek meg ezres, tízezres nagyságrendben, és kvázi ez a haszonelvűség igazolja azt, hogy egyébként a saját értékeinkkel, a saját meggyőződésünkkel szemben üzemeltetünk valamit, aminek az üzemeltetése talán nem lenne annyira helyes. Erről mit gondolunk? Te egyetértünk Guantanamóval. Például csak érdekes, hogy ez mennyire nem egyértelmű helyzet. Az Obama, amikor amerikai elnök lett, ő kifejezetten nagyon-nagyon keményen kampányolt amellett, hogy be kell zárni Guantanamót, mert fenntarthatatlan és elvtelenség és erkölcstelenség. Majd amikor elnök lett, akkor meghosszabbította a Guantanamót, tehát őt is meggyőzték azok a titkosszolgálati és katonai érvek, amik a Guantanamo fennmaradása mellett szólnak. Szerintem az ilyen véralgebrára sosem lehet, vagy véralgebrával sosem lehet találni választ, pláne nem jó választ, hogy most a tízezer vagy tízezeres nagyságrendű megmentett amerikai életek, meg az a nem tudom, körülbelül ilyen százas nagyságrendű ember tömeg, akiket meghurcoltak egyébként teljesen feleslegesen, majd szabadon engedtek, lehet-e ilyet tenni? Azt viszont érzékelem, és egyébként így nem tudom, az amerikai néplélek, vagy legalábbis a kultúra is azért érzékelte, hogy nem biztos, hogy csak az játszott szerepet, hogy megmentsük azt a 10 000 embert, hanem egy tehát a Bush adminisztráció valahol bosszút is akart szerintem szeptember 11-ért, és a túlkapásoknak egy része annak a számlájára is írható, nem csak annak, hogy meg kell menteni a 10 000 embert. Volt egy, vagy van egy film egyébként, egy abszolút ilyen B-kategóriás stoner movie, mi ez magyarul Kalandférgek, azt hiszem a második része, a Szökés a Guantanamo-ből. Hát az vicces keretek között, de nagyon jól bemutatta ezt a túlkapásokat. Van egy ilyen rasszista rendőrfőnök, akik csak azért elküldik Guantanamo-ba a két főszereplőt, mert hogy sötét bőrűek, és akkor ott mindenféle szörnyűségeknek vetik őket alá majdnem. Abszolút bosszú, és elrettentés is volt szerintem ennek a funkciója. Igazából azt gondolom, erre fekete-fehér válasz nincsen, hogy ez jó vagy rossz. Talán fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi az, amit meg szeretnénk védeni a terrorizmus ellen, és amennyiben az a nyugati kultúra az elveink, akkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mit vagyunk hajlandóak ezért feladni, és azt gondolom, hogy Guantanamo erre azt a választ adja, hogy bármit. Én nehezen tudok egyébként, engem bárki meg tud győzni az igazáról, tehát amikor érveket hallgatok ebben a kérdésben, most például veled értek nagyon egyet, Bianca, de ez még 5 perce nem volt így. De viszont ami nekem ebben a testvérpárnak a sztoriába, ugye a szörnyű, hogy 20 évig voltak börtönben, hogy 20 év után egyébként még csak arra sincsen joguk, hogy bocsánatkérést kapjanak, vagy valamilyen kárpótlást, az viszont én már azt gondolom, hogy túlmegy ezen az erkölcsi dilemmán, mert ezen el lehet szerintem filozófálgatni, hogy most így embereket mentsünk meg kínzással, az a helyesebb, vagy nem kínozni és hagyni embereket meghalni, de az, hogy
embereket vádemelés nélkül valahol tartunk 20 éven keresztül, és utána még csak annyit sem mondunk nekik, hogy bocsi, és itt van, nem tudom én, 100 000 dollár, hogy kezdjél egy életet, a 20 év alatt teljesen megváltozott világba, az szerintem annyira szörnyű, annyira embertelen, annyira az a kafkai gépezet, ami tényleg csak így ledarál valakit, és nincs felelős, nincs mondás, nincs semmi, viszlát, lehet, hogy tévedtünk, lehet, hogy nem, te így jártál, 20 éved ment a lecsóba. Én nem tudom egyébként, mi az akadálya annak, hogy attól függetlenül, hogy előtte megkínozták őket, hogy legyen tárgyalásuk is. Én ezt nem értettem. Hát nem tudnak tárgyalást kezdeményezni, hiszen a bűncselekményt nem amerikai földön követték el, nincsen joghatósága amerikai bíróságnak. Újra lecsapott a hazai performance művészet nagy királya, ugyanis múlt csütörtökön a Völner sadlőgy tárgyalása után a fővárosi törvényszék folyosóján Jakab Péter újabb produkciót mutatott be, bilincset akasztott a volt államtitkár nyakába, azzal a jelszóval, hogy a magyar nép küldi. Völner nem reagált az akcióra, levette a bilincset, amit Jakab azért még visszarakott, mielőtt felszólították volna, hogy távozzon. Hát vannak nagyon jó és ötletes performanszok, szerintem ez nem tartozik közéjük, az én véleményem és ízlésem szerint, viszont elég ijesztő volt, hogy micsoda üdrivalgás fogadta ezt Jakab Péter Facebook oldalán a performance. De Jakab Péter Facebook oldalán egy vaj nélküli parizeres kiflit is üdrivalgás fogadta, tehát ez nagyon meglepő. Ez lehet, hogy így van, engedd meg, hogy hagyd lepjen meg egy picikét meg voltam rajta lepődve. Én nem tudom, hogyha választanom kéne, hogy Jakab Péter dalait hallgatom, vagy ezeket nézem, hogy melyiket választanám. Mostanában megint nagyon divatos ez a mondás, ez a szabad-e vagy nem szabad-e fullba nyomni a kretént. Hát szerintem Jakab Péternek szabad. Én tényleg nem gondoltam volna, hogy lesz olyan helyzet ebben az egész előttem álló életben, tehát a következő, tudom én, pessimista emberként mondjuk 10-20-30 évben, amikor én bármikor is a Völnerrel fogok empatizálni egy szituációba. És az a helyzet, hogy a Jakab Péter ezt megteremtette. Tehát néztem a felvételt, és tényleg a Völnernél aljasabb, visszataszítóbb, undorítóbb közszereplőt én nehezen tudok elképzelni, mert aki ilyen módon él vissza a hatalmával, a tényleg a legkiszolgáltatottabb, szerencsétlen, végrehajtás alatt álló emberekkel szemben, plusz még mindezt egy ilyen kenetteljes, mézesmázós, nemzeti, konzervatív, keresztény mázzal önti nyakon, én azzal tényleg nem tudok mit kezdeni már. Tehát, hogy az túl van az én tűrésküszöbömön, de amikor megláttam, ahogy a Jakab ott megy a bilincsel, és pakolja a vállára, ami még a legkevesebb, mert még azt gondolom, hogy belefért volna, hanem hogy így közben ütögeti a hátát, tehát ilyen kvázi ilyen haverként így többször ráüt, és így azt éreztem, hogy mit képzelsz, mit mersz megtenni? Ez az ember legalább el lehet róla mondani, hogy ott áll, ahol a helye van. Hogy ott áll, ahol a helye van, remélhetőleg a bíróság is úgy fogja látni az ügyet, ahogy én látom, és nagyon-nagyon kemény büntetést fog kapni. De annak a büntetésnek nem része az, különösen nem a bíróság engedélye nélkül, hogy Jakab Péternek az arrogáns válcsapkodását, meg hátcsapkodását el kelljen tűrnie akárkinek is, míg a Völner a legkevesebb, akinek el kell tűrnie, mert nyilván a Völnernek sok mindent el kéne tűrnie, hanem bárkinek, aki ezt látja. Tehát, hogy mit képzel ez a Jakab Péter? Kicsoda ez a Jakab Péter? Hogyan van pofája ilyen módon ezt a sutyó proliságot beemelni a közéletnek a színpadára, a bírósági eljárásba, és mindent a Völnernek az összes gazemberségét, az összes visszaélését lájkokra váltani. Mert itt valójában ő ebbe utazik, hogy ő az emberi nyomorúságnak ugyanúgy vámszedője, és ahogy egyébként nagyon nyomorult volt a Völner, aki miközben
sok százmilliót, meg valószínűleg sok milliárdot elloptak ezek a végrehajtók, meg kicsaltak ezek a végrehajtók, addig ők viszonylag kicsi összegért, mindössze 85 millió forintért engedélyezte és működtette ezt az egészet, addig meg a Jakab Péternek ebből, mit tudom én, olyan 4000 lájkra, vagy 5000 lájkra, vagy 10000 lájkra futja, és ő ezért csinálja, és ő ennyit váltja be ezeknek az embereknek a nyomorúságát, hogy egészen elképesztő. Nem tudom, én most elmondhatnám, ahogy éveken keresztül tettem, és kritizáltam Jakab Péternek akár a politikai tevékenységét, akár az emberi kvalitásait, elmondhatnám, hogy igen, Jakab Péter egy kretén, hogy képzeli, és a többi, de most valahogy eljött az a pont, hogy egy kicsit elgondolkoztam, de ahogy én láttam a helyzetet, és javítsatok ki, hogyha tévedek, vagy ti máshogy látjátok, ez a poli gyakorlatilag eladta a pártját a Gyurcsányéknak, vagyis hát ennek a nagy koalíciónak. A pártja, a volt pártja, most a Jobbikról beszélünk, éppen nevet változtat konzervatívokra, amit így meg úgy is indokoltak, de biztos vagyok benne, hogy ennek azért is váltanak nevet, hogy valahogy eltávolodjanak a Jakab Péternek a proliskodásától, valahogy formálisan is, hiába már ugye neki más saját pártja van ez a Néppártján. Kettő, őt azért elég keményen tönkretette a kormánymédia, illetve az, hogy állítólag ő viszonyt folytatott a kampányfőnöki, a tanácsadójával, ezzel a mamuszos hölgyként emlegetett valakivel. Titkárság vezetője neki gyakorlatilag tönkrement az egész család élete, állítólag már nem tudom, hogy elváltak, külön élnek a feleségével, pedig gyerekeik is vannak. Én azt láttam, hogy a Pali korábban felvette magára ezt a szerepet, hogy ő az első pár tévés szereplése még tök jó is volt, meg tetszett. Oda mondta, mit tudom én, aztán amikor ezeket csinálta, már egy ilyen pojácának tűnt, de most már csak azt láttam, hogy a csávó kétségbe van esve, kapaszkodik a, nem tudom, az épelmélységének a maradék részébe. Most volt egy olyan sztori is, hogy a mamuszos csaja a képviselő irodaházban a Potocskáné Kőrösi Anita, vagy Anett, Anita. Aki nem tudom most mi a Jobbikban, nem tudom követni, hogy a Jobbikban mi történik, mert folyamatosan történik valami, azzal próbáltak lejáratni, hogy a mozgássérült WC-t használ, és oda ment, és lekamerázta. Tehát hogy mondjam, ez, én itt már tényleg nem akarom azt mondani, hogy elmebajos, de itt már tényleg valami súlyos mentális hanyatlás van, mind a Jakab Péternél, mind a csajánál, és szerintem ez már szomorú. Hát szerintem sokkal botrányosabb valakit levideózni úgy, ahogy kijön a mosdóból, legyen az mozgássérült mosdó vagy akármilyen, mint az, hogy bemenni. Tehát azért ezt szerintem ne hagyjuk figyelmen kívül. Tehát itt az volt a botránynak a fő vonulata, hogy a nő bement egy mozgássérült mosdóba. Azért bocsánatot kérek, de szerintem ennél csak durvább eseteket lehet a Jobbik, meg amúgy a parlament környékéről felmutatni. Most ezért mondom, pitiáner dolgokba kötnek bele, és pitiáner dolgokat csinálnak, ennél azért kevésbé pitiáner dolgokat csináltak, erre és alapozom, amit mondtam az előbb. Hát én nem hiszek ebbe egyébként, szerintem a mozgássérült mosdó az egy ugyanolyan mosdó, mint az összes többi, és hogyha az embernek szüksége úgy hozza, és nincsen más, miért nem mehet be a mozgássérült mosdóba? Tehát szerintem csak akkor nem mehet be, hogyha egy mozgássérült jön, mert akkor nyilván őt előre kell engedni, de egyébként, tehát hogy miért építünk, most a Fehérházról beszélünk, a képviselői irodaházról, ahol szerintem mondjuk napjában kétszer használja a mozgássérült azt a mosdót, miközben a többi mosdónak se a kihasználtságáról, se az állapotáról nincsen információnk. Én simán el tudom képzelni, hogy akár tele volt egy mosdó, és azért ment oda, és szerintem egy... Tehát ezer dologért lehet valakit támadni. Az, hogy bemegy egy mozgássérült mosdóba, ahol nem várakozik előtte egy mozgássérült, tehát senkit nem szorított ki, azért szerintem nevetséges bárkit is meghurcolni. Én is ezt mondom, nincsen vita ebben. Szerintem az a nevetséges, hogy valaki ezt levideózza. Az borzalmas. Borzalmas, de a kis stílűségnek és a rossz indulatnak egy olyan elegye, amivel tényleg csak Jakab Péter esetleges szeretőjeként lehet együtt élni. Tehát itt
tényleg egy szerencsés csillagzat, ami összehozta ezt a két embert. Én még visszatérnék egyébként a Jakab Péter performanszára, mert túl a váll ütlegelésen, meg a bilincseken, azért ott ilyen kemény mondatok hangoztak el a Jakab Pétertől. Volt egy olyan, amikor a Völner már visszamegy a tárgyalóterembe, és a Jakab Péter ott lemarad, meg az ügyvédek úgy kvázi kiszorítják. És akkor a Jakab Péter így végezetül, még tudja, hogy még megy a Facebook Live, még van 5-6 másodperc, amíg nézik, akkor még valami erőset kell mondania, így oda üvölti a Völnernek, hogy parlamentbe be ne jöjjön, tehát, mert akkor megverem, mert akkor majd szétcsapom, majd akkor nem tudom, mi fog történni. Tehát hogy ez az üres fenyegetőzés, ami egyébként az egész életét végig kíséri, mert igazából hogy az egész, amióta pártelnök lett, mert egy tehetséges, meg egy értelmesnek tűnő figura volt. Tehát, hogy kifejezetten jól beszél, kifejezetten választékosan, karizmatikusan, és ebből tényleg egy karikatúrája lett. Tehát, hogy az is szintén a Völner-es sztori még, hogy azt mondja a Völnernek, hogy irritálja az embereket, hogy szabadon jön megy, amiben teljesen igaza van, tényleg irritáló, hogy miközben a Herceg Zoltánt nem tudom én minimális mennyiségű fűér, meg kokain hónapok óta előzetesben tartják, a Völner meg szabadlábon védekezik, és majd hozzáteszi a Jakab, miközben ha valaki egy kiló kenyeret ellop, akkor mehet a kvóterba. Most egyáltalán szerintem az is bűncselekmény, hogy a kvóter szót használja, másrészt meg tényleg egy kiló kenyérért a kvóterba kerül az ember. Hát Jean oda került. Tehát, csak az nem most volt, és nem itt. Ja. Igen, tehát tételesen nem igaz, amit Jakab Péter mond, és akkor még erre jön az egész, szerintem a habatortán, hogy lemegy a videó, és feljön a felirat, miszerint új választást. Tehát, hogyha az egész videó nem, akkor ez a követelés, ez biztosan érvénytelenít mindent, amit Jakab Péter mond, és képvisel. Hát nem szállunk le a trash vonatról, folytatjuk tovább. Hogyan találj magadnak Sugar Daddy című videóról fogunk beszélgetni, amit a Motivation by Mea YouTube csatornán lehet elérni. A videó címével ellentétben valójában nem arról szól a videó, hogy hogyan találj magadnak Sugar Daddy-t, viszont vannak benne olyan megállapítások, következtetések, amik azért figyelemre méltóak, legalábbis érdekesek. Tehát a legyenek céljai lózungok mellett más információkat is fel lehet lelni, például azt tudhatjuk meg ebből a videóból, hogy az idősebb nőknek nagyobbak az igényei. Egy 20 éves nőt még egy vacsorával, egy Balenciaga táskával le lehet nyűgözni, mert a videó készítőjét, ő kijelenti, hogy őt maximum egy Birkin táskával lehet. Hasonló dolgokat tudhatunk meg ebből a videóból. Nekem rögtön egy tavalyi Kendrick Lamar számnak pársra jutott eszem, most ilyen nagyon durva magyar fordításban az volt benne, hogy nem tudom, vedd le a Fendit, vedd le a Gucci-t, vedd le a Birkin táskát, ha leveszed az összes designer szart magadról, akkor mi marad belőled? Hát ebből a gácsiból nem sok így a videó alapján. Na, én inkább nyilván lehet erről a típusú nőről beszélni, meg szerintem érdekes is, tehát én még csak nem is tartom feltétlenül annyira károsnak, mint az erre készült válaszvideóban Zsoltika nevű, Osváth Zsolt nevű youtuber. Én szerintem a YouTube-ban pont az a jó, hogy olyan módon demokratizálta a köznyelvéleményt, meg a köznyilvánosságot, hogy ilyen típusú emberek is felülethez jutnak, és hogyha nem lenne annyira unalmas a csacsogása egyébként, vannak benne izgalmas, meg érdekes részletek. Pont amit te kiemeltél belőle, szerintem az egy igen hasznos tanács az aranyásoknak. Tehát ő mond olyan tanácsokat, hogy ami
amiért én nem tudom elítélni. Tehát, hogyha tényleg valaki áruba bocsájtja a testét, az életét, a szabad idejét, akkor kérje már meg az át attól a vén pénzes zsáktól, aki ezért hajlandó fizetni. És szerintem az, hogy ezt ő tudatosítani akarja a maga követőiben, hát ezzel nem biztos, hogy olyan nagy baj van. De szó nincs erről, hanem a lány szerintem minimum tudathasadásban szenved, mert elmondja ezeket a tanácsokat, és értem, hogyha valaki erre a pályára készül, ezek akár hasznosak is lehetnek. Ha holnap hozzám akarna valaki vágni egy drága táskát, most már tudom, hogy miért kellene kérni. De ez mellékes. A lényeg az, hogy a lány úgy beszél a munkásságáról, hogy ő arra szólít fel, hogy edukáld magad, hogy tanulj, hogy ne egy szponzor, férfi, aki támogat, sugar daddy, teljesen mindegy, hogy nevezzük meg, ezt is kikéri magának, hogy ne nevezzük már ilyen csúnyán, hogy sugar daddy. Ne az legyen az életcélod, hogy egy ilyet találj. Ezt elmondja, miután elmondja ezeket a tanácsokat, hogy neked mégis hogyan kellene viselkedned, és mit kellene kérjed. Ne legyél olyan nyomorék, hogy egy Balenciaga vagy egy Gucci táskát kérsz. Kérjél egy másmilyet, vagy kérjél egy lakást. Tehát ezeket a dolgokat én nem tudom összeegyeztetni. Meg azt is elmondja egyébként, hogy hogy legyünk ilyen, nem tudom, életvitelszerű soft prostituáltak, anélkül, hogy ez nagyon szembetűnő legyen a sugar daddy-nek. Tehát, hogy ne ére az, hogy csak a pénzért vagyunk ott, meg hasonlók. Én egyébként nem láttam olyan sok videót ettől az Oswald Zsolttól, de most fix, hogy nézni fogom, mert nekem nagyon szimpatikus, hogy ő egyáltalán nem a... vagy nem tudom, nem megy bele óriási ilyen magas kulturális moralizálásokba, hanem egy tényleg egy nagyon egyszerű világszemlélettel, egy ilyen egyszerű gyerekként van nagyon helyén szerintem a morális iránytűje. És azért ez valahol egy oktató videó, még hogyha ellentmondásba keveredik, és a hölgy. Most, hogy említetted, András, hogy problémád volt az Oswald Zsoltnak a videójával, ezt fejtsd már ki, mert ezt nem értettem, hogy megnéztem, én mind a kettőt... Csak trollkodott szerintem. Nem, én abszolút... tehát én ennek a MEA-nak a videójával, most amiket ő elmond, tanácsok, az nyilván ennek a világban, az ilyen típusú nőknek, ezek szerintem adott esetben hasznos tanácsok, és az az igazság, hogy szerintem érdemes, meg érdekes is megismerni ezt a fajta gondolkodást. Tehát én nem, tehát amit ő például mondott, hogy ne hagyd, hogy ugye a sugar daddy-nek ki legyél hosszú távon szolgáltatva, hanem ezt a helyzetet használd arra, hogy vállalkozol, hogy tanulsz, ez szerintem ezzel nincsen semmi baj, míg a másik mondása az nagyon érdekes volt, hogy azt mondja, hogyha ugye fel akarsz szedni ilyen sugar daddy-ket, akkor a fiatal csajok azt csinálják, hogy elmennek egy ilyen előkelő étterembe, bárba, és ott leülnek egyedül egy asztalnál, és ebből kb. A pasik már vágják, hogy mi van, hogy vagy hivatásos prostituált, vagy szponzort keres, és hogy ha ott ülsz ilyen kiszolgáltatottan, egy pohár vízzel magad előtt, akkor látni fogják azt, hogy te csak a pénzért vagy ott, és hogy te bajban vagy valójában, és ezzel olyan embereket fogsz bevonzani, akik ezt az áldozatot, a kiszolgáltatott nőt akarják, és pórul fogsz járni, ami szerintem egy kifejezetten érdekes megfigyelés. Én értem, hogy te erre úgy tekintesz, hogy van egy szakma, mint például én meg akarok tanulni videót vágni, és akkor beírom a YouTube-ra, hogy hogy vágjak videót tutoriál, és akkor ez is egy tutoriál azoknak, akik ebben a szakmában, a sugar daddy prosti szakmában szeretnének elhelyezkedni. Viszont ezzel az az óriási baj, hogy nem is az, hogy ezt normalizálni akarja, mert valahol normalizálja, de még nem is csak ez a legnagyobb baj, hogy úristen, akkor itt az egyetemes erkölcs ellen van történt valami, ez is a baj, de szóval a legnagyobb baj, amikor arról magyaráz, hogy ez egy természetes igény, hogy anyagi biztonságban érez magad egzisztenciálisan a férfi mellett, és ebből nem arra következtetése jut, hogy legyenek igényeid,
és tényleg keres akkor olyan valakit, akit mellett anyagi biztonságban vagy, és egyébként mondjuk tudsz vele beszélgetni is, egyébként ne adj Isten szereted is, hanem megfosztja attól azokat, akik még nagyon, nem tudom, formálható a személyiségük, fiatalok, akár megnézik a videót, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy legyen valami érzelmi kötelék, ne azzal foglalkozzanak, hogy jól érezzék magát bele, hanem kizárólag az egyik tényezővel foglalkozzanak, az anyagi biztonsággal, pedig elérhető mind a három tényező egyszerre. Nekem ez a bajom vele. Alapvetően nekem is az a problémám, amilyen értékrendet ő megpróbál képviselni és közvetíteni. Tehát ez a fajta nagyon-nagyon anyagi központú és mellé prostituálja magát, tehát még csak nem is az, hogy neki van, és akkor neki ez a fontos, hanem ő azért tesz meg mindent, hogy neki, nem tudom, ez a fajta táska, ilyen lakás, ezek rendelkezésre álljanak, és azt gondolom, hogy ez igenis promotálja ezt a fajta életvitelt, bármennyire is gondoljuk úgy, hogy nem tudom, 30-40 évesen úgy hat ez ránk, hogy így megvonjuk a vállukat. De még mindig nem hallottuk, András, hogy mi a baj Osváth Zsoltnak a videójával. De szerintem nyilván promotálja az életvitelt, hiszen ez az életvitele, és nyilván ő hisz, és ez az értékrendje, és nyilván hisz ebben, hogy emiatt bárki sugar baby lesz-e, vagy prostituált, nekem nagy kérdőjeleim vannak ebben a kérdésben. Az, hogy ez esetleg lehet egy érv amellett, hogy valaki így döntsön, miután már sok egyéb érvet összegyűjtött maga mellett, ez lehet, hogy így van, de hát miért ne lehetne megmutatni egy másik szempontra rendszert. Én szerintem az erkölcs, meg a moralizálás azért nem ott kéne, hogy kezdődjön, hogy egy ember valami olyasmit csinál, ami legrosszabb esetben is csak saját magának rossz. Sőt, ugye hát azért vannak ezek a nők, mondjuk ez a MEA, ez azt állítja, hogy ő boldog, és azt állítja, hogy ez elégíti ki. Én szerintem nem olyan egyszerű az emberi intimitás, meg szexualitás, meg bármilyen erről való diskurzus, hogy megállapítsuk, hogy hát, hogy az embereknek ez vagy az vagy amaz kell. Nagyon-nagyon sokfélék vagyunk. Simán el tudom képzelni, hogy vannak egész egyszerűen olyan nők, de egyébként ezt látjuk például a celebek kapcsán, hogy a női szexuális férfi szexuális fantáziákban az első a hármas szex. A női szexuális fantáziákban a szex celebbel az az első. Mert egész egyszerűen a hatalom, a hírnév az nagyon-nagyon sok nőt beindít, nagyon-nagyon sok nőnek ez izgalmas, nagyon-nagyon sok nő biztos tudjuk, elmondják, arra gerjed, hogy neki igenis Balenciaga táskája legyen, igenis Gucci-ja legyen, és az, hogy ő beszélgessen a partnerével, meg nagyokat nevessenek együtt, ez egész egyszerűen számára nem szempont, számára ez a szempont, és ő abba tud szerelmes lenni, arra tud felnézni, aki ezt megadja neki. Szerintem ez nem jó vagy rossz kérdése, ez egész egyszerűen egy létező dolog. Én nem szeretném elmondani senkinek, MEA-nak se, hogy ő hogy éljen, milyen férfiakhoz vonzódjon, milyen életvitelt válasszon, viszont azzal szerintem lehet problémám, hogy azt promotálja, hogy figyelj oda, hogy használd ki azt a férfit jobban, mint amennyire ő használ ki téged, és gyakorlatilag erről szól ez a videó, és ez szerintem erkölcsileg azért problémás. Nekem, az én értékrendem szerint, de persze ezt nem akarom senkire ráerőltetni, de azt gondolom, hogy ezt lehessen kimondani, és szerintem az Osváth Zsolt sem csinál többet, csak erről beszél, erről az értékrendről, hogy ez hogyan viszonyul MEA-nak az értékrendje az övéhez. Na jó, az Osváth Zsolt két dolog, most nem belemenve. Az egyik, hogy az Osváth Zsolti, tehát ő az internetnek az ilyen önkéntes házmestere, meg elkölcsősze. Vagy inkább lelkiismerete. Amivel nekem alapvetően vannak problémáim, másrészt meg az a végtelen önpátosz, meg az a végtelen narcizmus, ahogy ő mesél magáról, hogy itt van a MEA, aki ugye egy rossz életű nő, akinek rossz döntései vannak, és hát ő Zsoltika is megtehette volna, hogy ezzel-azzal pénzért ágyba búj, de ő inkább hazament a nem tudom én milyen lakásába is Patrikkal, tehát hogy amikor valaki ilyen szemérmetlenül
hozza fel magát, mint a csodálatos követendő példát. Hát nem én úgy azzal... hozta fel, András. Jaj, de. Szerintem se, és egészen elképesztő hallgatni, hogy ez a fajta narratíva, ez a fajta kifejezése a gondolatainak téged zavar, és az meg nem zavar, hogy a mea meg milyen... Szerintem milyen... András Sugar Baby szeretne lenni, megjött a kedve a tutorial kapcsán, ez a baja az Oswald Zsolt videójával. Nekem tényleg sok, tehát hogy egész egyszerűen én nem gondolom, hogy a mea olyan bűnt követel, ami a nyilvános, amiért nyilvános megszégyenítés, meg mi ez, amit ráraktak régen a prostituáltakra, ráégették azt a nem tudom, skarlátbetűt, hogy a skarlátbetűt ráégessék, és az Oswald Zsolti az kicsit ilyen skarlátbetű égető arc.